Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal kis érdekességet fogunk megnézni a filterekkel kapcsolatban. Az alapköveket már az előző projektünkben, ugye a List filter nevű projektünkben letettük, és egy nagyon pici rész kimaradt, amelyet igazándiból eddig dolgoztunk. De hogy ne beszéljek rébuszokban, Nézzük is meg a projektünket, amelyet előre betöltöttem. Ugye itt látható az alapvető kiindulási projektünk, csak azért mutatom meg, hogy mindenki elő tudja bányászni az emlékei közül. Ugye egy hal lista projektről van szó, ahol egy listjúba megjelenítünk nagyon sok halfajt, és azok között tudunk keresni. Itt jobb oldalt látható az adapter mappába a fish adapter és a fish filter, amelyel ugye magát a szűrést tudjuk megvalósítani. Nézzük meg ezt az alkalmazást, hogyha elindítom, hogyan is működik. Itt látható a lista, jó sok halfaj található benne, és ugye, ha most gépelek a billentyűzettel akkor nem történik semmi, de ha ebbe a textboxba gépelek, például beírom azt, hogy pont, akkor szépen a szűrés lefut. Látható, hogy a lista már csak azokat az elemeket tartalmazza, amelyek nevében benne van a pont kifejezés. Ha most visszatörlök, akkor pedig az összes enemet mutatja a lista. Ez nagyon jó, de az a kérdés föl, fölmerülhet mindenkiben, aki egy kicsit már programozott, hogy mi értelme van megvalósítani különféle interfészeket és adaptereket, hogyha mi a legvégén magát a keresést is magunk valósítjuk meg. Hiszen az lenne a jó, hogyha a rend maga tudná ezt a lista elemet szűrni ne kelljen nekünk erről gondoskodnunk. A jó hírem az, hogy nem szükséges, hogy mi itt a layouton elhelyezzünk egy textboxot, hiszen ezért is dolgoztunk eddig, hogy a szűrést automatikusan tudja a rendszer kezelni, de amit látható, erre is van lehetőségünk. Most nézzük meg, hogyan tudjuk használni, hogyan tudjuk jobban mondva beélesíteni a rendszernek a szűrő mechanizmusát. Lépjünk ki a projektből, és egy picit itt át fogjuk most alakítani ezt a kiindulási projektet. Először is mindent ö, ki fogunk törölni, amire nincsen szükségünk. Menjünk a Layout mappába, és ugye itt van a Main Layout. Innen ki fogjuk törölni a textboxot, hiszen nem lesz rá szükség. Talán kézzel ez gyorsabb lesz, ugye róla van szó innen ki fogjuk törölni, tehát marad maga, egy lineár layout és egy list view benne. Szépen kitöröltem, itt a végeredmény. Ezután átmegyünk a main activity-be, picit nagyítok itt is, az edit text már nincs szükségünk, valamint ugye az edit text test-changed metódusát sem fogjuk már használni, értelemszerűen. Ugye, amire fölhívom a figyelmet, az az, hogy itt hívtuk meg az adapter filterét. És hát igazán mindenkit gondolkodott el azon, hogy akkor ennek mi értelme van? Miért ilyen bonyolultan valósítottuk meg a szűrést? Nos, mindjárt erre a kérdésre is megkapjuk a választ. Ezt is innen kitöröljük. Most már csak meg kell mondanunk az Android rendszernek, hogy bátran használja a szűrés funkciót, mert mi azt implementáltuk. Van egy listjunk, és ennek van egy olyan metódusa, vagy property -e jobban mondva, hogy text filter enabled. Ezt tegyük true-ra. Ezzel megmondtuk az Androidnak, hogy bátran alkalmazhatja a Firtelezést a listánkon, mert implementálva van. Oké, okay. Mielőtt elindítanám az alkalmazást, mi menjünk vissza a Main Layoutba. Itt ki kell szedni ezt a két sort, mert ugye a fókusz rossz helyre kerülne egyébként, és nem működne, lementem. És visszajövünk, Design minden rendben van, indul a fordítás, és már is látni fogjuk. A lista működését, tehát eltűnt a keresőmező, az input text, tudjuk ugyanúgy görgetni, és most elkezd gépelni a billentyűzeten, hogy pont. És látható, hogy a szűrés végbe megy, és itt látható ebbe a dobozkába a kifejezés, amire keresünk. Ha visszatörlök, akkor automatikusan megint lefut a keresés. Ez egy rendkívül kényelmes és jó megoldása a feladatnak. A kereső sáv sem foglal helyet a képernyőből, tehát amit látható, egy nagyon pici módosítással valóban megérte azt a sok munkát elvégeznünk, amelyet az előző videóban bemutattam. Tehát, ha most beírom azt, hogy lazac, akkor az összes olyan elem megjelenik a listában, amely tartalmazza a lazac kifejezést. Ha visszatörlök, és ha ugye semmi, tehát üres a kifejezés, a kereső kifejezés, akkor az összes elem látható a listában. Talán ezt még az előző videóban be kellett volna mutatnom, de itt pótlom az elmaradásokat. Természetesen, nem csak kódból lehet ezt beállítani, vagyis a resscript a Textfil Enabled tulajdonságát, hanem XML-ből is. Most XML-be fogjuk beállítani ezt. Kitöröljük innen ezt a kódrészt, átmegyünk a main XML-ben, oda is a kód nézetben, és azt mondjuk, hogy Android, kettős pont, text filter enabled egyenlő true. Rendben van, megy a fordítás. Elkészült, és akkor most az amerikai halfajokra, vagy azokra a halacskákra, amelyek nevükben tartalmazzák az amerikai kifejezést, rá tudunk keresni. Visszatörlök, és látható, hogy minden ugyanúgy működik, mint előbb, csupán a Textfilter Enable tulajdonságot most, XML-ben állítottuk be, talán ez a helyesebb módja, és nem pedig kódból azok kedvéért, akiknek még nem teljesen állt össze ez a filterezés, még egy nagyon rövid projektet bemutatok ebben a videóban. Egy egyszerű listát fogunk föltölteni stringekkel, és megnézzük, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan filterezhető listákat létrehozni, hiszen valójában be őszintén, eléggé munkaigényes a saját filter elkészítése, miközben a lista elem csak egy sima string. Jó lenne, ha ehhez egy kis támogatást adna a rendszer, és szerencsére ad is, hiszen például az övéi adapter tartalmazza, megvalósítja a filterezéshez szükséges metódusokat, tehát most ezt fogjuk megnézni. Indítsunk el egy új projektet. Egy új projektet fogok létrehozni, Android Android application list filter 2 néven fogom most ezt elindítani. Jó, be is töltődött, amire szükségünk van. Először is létrehozzuk az alapadatokat. Ugye innen, amire nincs szükségünk, azt kitöröljük. Á, hogy jobban lehessen látni majd a videóban. A set jó megmarad, és előre elkészítettem itt, igen, egy szövegfájba a modell elemeket, ezek nem lesznek mások, mint termékek. Jó, termékeket fogunk megvalósítani. egy picikét még át kell alakítanunk. Mázi kód. Úgy, megyünk vissza. És már is meg vagyunk. Csak, hogy akkor minden stimmeljen. Rendben van. Tehát termékek neveit fogjuk megjeleníteni. Ezután létrehozunk egy adaptert ugye egy öré adapterről lesz szó, abból is a generikusat fogjuk választani, string lesz az eleme, a típusa jobban mondva az elemeinek, adapter, new, övéj adapter, ezután megadjuk ugye a kontextust, ami disz, Ezután megadjuk egy listaelemnek a léja útját, ugye egyszerű listaelemeknek a léja útját az Android tartalmazza, tehát androidresourcelayoutsimplelistitem pont Simple List item 1. Erről ne feledkezzünk el, hiszen nagyon sokszor bőven elegendő az, amelyet az Android alapból felkínál a számunkra. Jó? Ezután szükségünk van egy list view-ra. A list view-t azt ugye itt el fogjuk készíteni a main XML-be. Rádobjuk list view, itt van. Hello Word klikmét kitöröljük, megnézzük, hogy minden oké, okay. mondjuk azt, hogy rendben van, már most állítjuk be azt a tulajdonságát, hogy Android text filter enabled egyenlő true. Hoppá, így tehát van egy lineáriautónk, abba belehajítottunk egy listview t ugye arra kell még odafigyelnünk, hogy mi legyen az ID-ja, hát legyen most ez listview az egyes nélkül, és beállítottuk, hogy text, filter, enabled, egyelő túl. Nem érem, nem gépeltem el semmit. Ezután jön a listview. Jó, list view nak a kikeresése, jobban mondva a layoutból, find view by id list view id list view még builder nem kéne, hogy megismerje, de meg fogja ismerni. És tulajdonképpen, ha mindent jól csináltam, akkor készen vagyunk, már csak a listview adapterének be kell állítani az én adapteremet. Oké, meg vagyunk. Jó, mentünk egyet, és indítjuk a bilderést. Reméljük, hogy minden a helyén van. Igen, levelet nem állítottam be. Oké, jó, hát igen, ez így Biztos, hogy nem is lett volna jó, és most induljunk el neki megint újra. Itt vannak az eszközök és elkezde gépen hogy HTC, akkor az olyan eszközökkel, termékeket jobban mondva, amelynek a nevében szerepel a HTC, akkor szépen kiszűri nekünk a rendszer. Vagy az I betű, hogy iPhone 4 és akkor megkapjuk az iPhone-t, vagy Samsungokra, ugye Samsung Sensation HTC Sensation, Jobban rászűrünk, a már csak a Samsungokat fogja a rendszer visszaadni. Tehát látható, hogy nagyon gyorsan összetudtunk dobni egy listát, amely szűrhető. Ugye itt a filtert nem kellett implementálni, mert az early adapter ezt megtette helyettünk. Tehát egyszerű listák esetén is nagyon könnyen tudjuk ezt a szolgáltatást élesíteni. Mindenkinek tudom ajánlani, egy nagyon jó megoldásról van szó, bátran éljünk vele. Egyelőre ennyit szerettem volna mutatni a listákkal kapcsolatban, a szűrések kapcsolatban, később természetesen folytatni fogjuk még a munkát.